Városrész szolgálatáért és győri polgárok szolgálatáért elismeréseket adtak át a közgyűlés első perceiben. Utóbbi díjakat most először osztották ki olyan hivatali dolgozóknak, akik sokat tesznek a városban élők érdekében. Majd dr. Fekete Dávid jelentette be, hogy mostantól ő a Fidesz-KDNP frakció vezetője, míg Hajtó Péter már nem tagja a frakciónak, és a jövőben függetlenként dolgozik a közgyűlésben. A testületén már visszatérő vita alakult ki a fizető parkolásról. A rendelet módosítást Radnóti Ákos alpolgármester magyarázta el. Én mindenképpen azt kérem, hogy érzékeljék polgármester úr jó hiszeműséget és jó hozzáállását a témához, hiszen a nyitott városháza jegyében, ami rengeteg kérés és kérdés érkezett, ezért lett többször is módosítva ez a rendelet és a kérés, hogy befogadjuk a győriek kérését, és mindezt úgy befogadva, hogy egy jelképes díjjal meg tudjanak állni ott is, ahol nem a lakókörnyezetük van, viszont a munkába járás is számukra biztosítva legyen. Így azért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot. A parkolással kapcsolatban a polgármester azt mondta, egy-egy körzet és a város egységes érdeke is más. Ha az egész város nézzük, vagy egy-egy körzetet nézünk, akkor nem feltétlenül ugyanazok az érdekek. Ha egy körzetet képvisel valaki, akkor világosan az az érdeke az ott élőknek, hogy lehetőleg ők tudjanak megállni a házuk előtt, és mások pedig inkább más járművel, tömegközlekedéssel érkeznek. Ez egy teljesen normális dolog. Ha viszont azt tekintjük, hogy az egész a városban lakó embereknek, győrieknek, akiknek győri állandó lakcíme van, az érdeke, hogy meg tudjanak állni kedvezménnyel a házuk előtt, és meg tudjanak állni kedvezménnyel a munkahelyük előtt, ahol dolgoznak, ahol a kenyerüket keresik. A módosító saláta előterjesztést elfogadta a közgyűlés, amely a védőnői ellátás átszervezésére is rábólintott. Ezzel kapcsolatban elhangzott, a feladatot július 1-től az állam veszi át egy jogszabályi változás miatt. Egy átmeneti időszakot élünk, amikor is a védőnők feladatellátása átkerül, de a hozzájuk tartozó eszközrendszert helyett, ahol ezt biztosítottuk eddig, ennek az egyeztetése folyik, hogy hogy kerül át, vagy áthelyezik-e őket más helyre, úgyhogy mi magával a tevékenységgel, ha szeretnénk, se tudunk most már bővebben foglalkozni. A 40 fő átadása az július 1-től meg kell, hogy történjen, és nyilván más keretek között lesznek foglalkoztatva a körülményeiknek, illetve a nálunk lévő eszközöknek, amivel eddig dolgoztak, az átadása és a helynek az átadása folyik most, arról folyik az egyeztetés. A képviselők egyhangulag fogadták el az ELSZI és a hajléktalanokat segítő szolgálat tavalyi szakmai munkájáról szóló beszámolót is. Az intézmények munkáját a területet felügyelő alpolgármester külön is méltatta. Minden forint és minden támogatás jó helyre kerül, és a legjobban van felhasználva. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm a 2022-es évi munkát, elvárjuk a 2023-asban is a hasonlót, hogy ne csak dicsérjünk, hanem kérjünk is, és követeljünk is, hiszen ez a dolga egy fenntartónak, és remélem, hogy az a bérfejlesztés, amiben részesültek, segítséget fog adni ahhoz, hogy a hatalmas létszám hiányt valamilyen módon és valamilyen formában tudjuk csökkenteni. Kell, hogy szóljak a másik intézményünkről is, a hajléktalanokat segítő szolgálatról. Azért szeretnék erről szólni, mert nekem az a fixa ideám, hogy ezt az intézményt nem bővíteni, hanem csökkenteni kell, mert hogyha Győr városában kevesebb a rászoruló és a hajléktalan, az azt jelenti, hogy mi egyre jobban dolgozunk. A képviselők ezt követően új óvodavezetők személyéről is döntöttek, határoztak a civil és sportszervezetek támogatására szolgáló pályázat kiírásáról is. Ebben az évben sikerül 100 millió forint keretösszeget biztosítani a pályázat kiírására. Itt július végéig áll lehetőség arra, hogy a pályázatokat benyújtsák a sportegyesületek. Nagyon várják ezt a lehetőséget. Hozzátenném, hogy ebben az évben amúgy a város költségvetésében 400 millió forint áll rendelkezésre a sport önmagában, még szintén kiemelkedő összeg, de ezen felül tudjuk biztosítani ezt a 100 millió forintos pályázati lehetőséget, melyre lesz lehetőség pályázni. És itt is ugyanazt az információt mondanám el, csak annyi van kiegészítve,
hogy a pályázatok, hogy szabályosan kerüljenek benyújtásra, mert hiánypótlásra itt sincsen lehetőség. A sportosztály mindenkinek áll rendelkezésére, hogy szakszerű pályázatok kerüljenek benyújtásra. A keddi közgyűlés 30-nál is több napirendi pontot tárgyalt, és több mint 2,5 órán át tartott. A következő rendes közgyűlés a tervek szerint szeptember 26-án lesz majd a Városházán.